Pandúros. Pandúros utána. Egyszer volt, hol nem volt, a lőzért nem túl, de a Hortobágy fújó innen volt egy szövetcsáta. Híres hely volt az állapcsáta abban az időben, amikor a Tisza árvizei megfutották még a karcagi határt is. Valami szél volt a ember egyszer, megsikta a pandúroknak, hogy Rózsa Sándor a híres becsáti szobat az árnyocsátában. Na egyéb se kellett ezeknek. Lóra pattantak, s akár a szél is vágtatta kelet felé. Amikor aztán belükták a csáta ajtaját, csak néhány szilaj pásztort találtak ott, de azok olyan bogorvák voltak, hogy a tekintetük valósággal pattogtatta a sziklákat. Meg se lehetnék kérdezni őket a cégéres becsárvezért elől. Csak a csárda gazdája esküdözött égre, földre, hogy még soha életében nem látta azt a lóküdjét, akit keresnek. Hova lett? A fölnyelte volna el? Mit volt még tenni? Dolguk végezetlen távoztak a pandorok. Melyek előttek is? Hogy csak a bolondját járatták velük. Hát, ahogy harcokra értek, szaladt eléjük egy asszony, hogy siessenek, mert a borgó csárdában ott kaphatják rúgásába. Tanakodtak egy kicsit a pandúrok, mit évük legyenek, de ismerték az asszony, tudták, hogy tisztelje a törvényt. Így aztán vágták, hogy érkeztek a borgó csárda felé. Ahogy berontottak az ivóba, csak néhány hegyke legény találtak ott, csendes borozzakás közben. A csapláosnő itt is esküdözött, hogy Rózsa Sándort még soha életében nem látta, azt sem tudja, hogy néz ki. Mintha a földelte volna a lebetyát. A pandúrok már nagyon mérgesek voltak, és elhatározták, ha addig élnek is, lefogják a Sándor gyereket. Úgy gondolták, megint kimennek állatára, de most nem hívásra, hanem maguktól, hogy senki ne tudja meg, mit terveznek. Úgy is volt. Kerülték a forgalmasabb Debreceni utat, inkább a bocsárvilág úttalan útjait mutácsoltak, s bengecsek felől közeledtek az állata halmat állatcsára felé. Csendben, észrevétlenül haladtak, csárda közelében rejtegben hagyták lovaikat, s gyalog osontak az épület felé. Kivágták az ajtót, s beugrottak. Ott találták Rózsa Sándort, aki nyugodtan iszogatott, s a pandúrok láttán még az arcizma sem rezdült. Na Sándor, most már ne rugódozz, hanem indulj! A betyár megitt a maradék borát, lassan felállt, szerintem mondta. Már látom, mennem kell. Hát megyek. Na hát, a pandúrok nem is gondolták, hogy ilyen tedd ide a gyereket a Sándor. Ennyire kezes lenne. Csak azt engedjék meg, hogy felüljek az összvérem hátára. Összvér? Rózsa Sándor, összvér hátam. Ezen nevet majd a jár. Nagy kegyesen megengedték, de már előre gyorogtak, mert elképzelték a karcagiak arcát, ahogy végigvezetik a városon ezt a haramját. Szépen haladt a karcag felé. Rózsa Sándorral előttük lépkedett az összér. A betyár jó iskolai látszott. Biztosan megnyomta a bor, gondolták a kísérői. A pandúrok nem hittek a szemüknek. Hát ettől a fattyútól remeg a puszta. Az áldott halomig értek, amikor az összvér már egy kicsit lemaradt a lovaktól, mert nem bírt olyan gyorsan haladni. A pandúrok hátra-hátra sandítottak, és mosolyogtak egymásra, mert a Sándor gyerek új édes gyagyan aludt az összvér hátán, hogy még a nyáron is kicsordult. A kísérők már a jutalomról beszélgettek, mert biztosak voltak abban, hogy egy ilyen dicső tett után nem leszünk maradva bármegye. A rendőrei nem gondolták, hogy ilyen könnyű dolguk lesz. Nem is lett. Alig haladtak karitásra az áldott halomtól, amikor Rózsa Sándor hirtelen kibontott a karitását, amelynek rézúrból volt fogva.
végigvert a gyanútlan padlórok hátán. Itt van a jutalom, urak! Kiáltotta a betyár. Újra lecsapott, aztán megint. Mire a város alá értek, a pandúrokon cappatokban lógott a mentek, s vérző csíkok végtelenkedtek a hátukon. Vigyék a jutalmukat, urak! Vágott rajta egy utolsó telegét, s megfordította a szöszét. Az öregek még ma is mesélik, hogy a morgó csárdát egy nagy alagút kötötte össze az ágot a csárdával, amelyen mindig el tudott menekülni Rózsa Sándor, akár Lóháton is az ördögi jelölt, amikor halt. De nem mindig halt. Csendes napokon, amikor a határban nem szólnak gépek, fülét felre tapasztó ember, néha, mintha még ma is boldogást hallana a föld alól.